Legalább a magnó az működik benne, mert azért, tudod, mindig szoktunk hallgatni működik zenét a kocsiba. Annyiszor elhúztad a nótánkat, én azt szeretném, hogyha ti jönnétek onnan a világ végéről ide hozzánk, és csapatnánk egy jó bulit. Hát, és a mamótól mit csinál legjobban? Na? Tyúkpörkölt nokedjével. Meg a drága kakasere pörkölt. Mekkora íz, mi testvérem? Cigánybodakkal. Jó. Lehet valami csajhoz mész? Oda megyek. Állandóan egyedül mész, mindig dolgod van, fotod. De figyelj már, mesélj már őszintik élő tesó, már engem érdekel. Hogy néz ki? Milyen lány, milyen az alakja? Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem. Én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Na meg is hallgassuk, hogy milyen a hangja, már nagyjából kihangoltam. Ahhoz képest nincsen rossz állapotban. Mikor fogod így húzni? Soha napján kis kedden. Csak ugye ez még szép megy, mert nagyon rég nem volt rajta. Persze, hegedülve, gondolom. És ilyenkor ugye az erő, meg a rezonancia, a húrokat már szét is ment. De egyébként jó szól ahhoz képest, hogy ilyen sokat állt, ez még be kell hegedülni, hogy még jobban szóljon. Akkor lesz egy kis elfoglaltságot, Cintia. Na mutasd csak, hogy fogod meg a hegedűt, vagy egy kis tanultál, megmaradt még valami ebből? Művész hölgy. Megnézzük. Annyira jól állna pedig neki. Jaj, picit menjünk arrébb szintiától, mert mindjárt kiüti a szemünket. Valahogy így kell, nem? Valahogy úgy. Hát hogy tanították valahogy ott az iskolában? Én erre emlékszem, hogy így kell. És akkor... Ja, nem tudom. Igazán szerintem, hogyha megszólaltatom, akkor megsüketültök, de... Nem. Ajaj. De úgy. Gyerünk. De én nem tudok rajta játszani. Na, de már legalább kijött rajta valami igen. Kis hang. Húzd ki magad, kezedet így egy kicsit elrébb, így. Egy kicsit lazítsd el, kezed úgy, azaz. A vonós kéz nagyon jó. Jól áll a kezébe. Ugye? Azért szeretném én is egy kicsit gyakorolni, hogy visszatérjen ehhez a témához, hogy az iskolai emlékeit elővegye, és egy kicsit fejleszte magát. Az így húzd végig így a kápától, teljesen lassan a csúcsig, így tessék így húzni. Na Gyíz uram, kicsik voltak a tojások, még lehet egyet elbírt volna, ugye? Amúgy jó. Ugye, na Gyíz? Ezt nem kell ide por, meg franc, és meg... csak tesó egy kicsit. Még egy kis bors, ugye? Rómában úgy csinálják a carbonárát, testvérem, hogy nagyon borsosan, és van egy nagy borsőrlőjük, és ott előtted rá, hogy kerelj el. Az a csukra, hogy... Tiszta zsír a szád, jó ember. Hát most tesó, milyen legyen? De figyelj már! Kell főzős kézben, mit tudom én. Mész ma dolgozni? Nem megyek már. Mindegy, legalább megtanult a carbonárát csinálni, ha már nem dolgozom. Hát szerintem szakás leszek ezen túl. Azt mondod? Ja, meg legyek fodrász? Te meg legyél fodrász, azt. Szétvert a láb. Szétvert a láb. Jó ember. Na jó van, adjál tányért, tálalok, kóstolunk, eszünk, mehetünk. Azon gondolkodok, hogy nagyon szurkolok, tesó, meg örülni neki, hogyha ez... Hogyha? Igen? Összejönni a szintigével. Amúgy jó lenne, tesó. Szerintem illünk egymáshoz, hogy nem tudom. Amúgy igen. Vannak ilyen megérzéseim, de most maskarázol? Nem, tényleg szépen lennétek amúgy. Most, hogy feljött Cinti a témába, tényleg nem hülyeskedtem Arnolddal, tényleg tetszik nekem ez a lány. Jó van, cigány, jó van. Hát most miért? Tesó, hogy még egy rakopogom egy kis parmezán. Parmigiano! Mert ez úgy jó. Parmigiano. Így, miért? Kis békönök lemaradtak, nem tudom miért. Hát én sem tudom miért, de békön nincs benne. Békön az nagy, pedig van benne. Még két csomaggal raktunk bele direkt. Na, elők, megtaláltam a
másik hegedűt. Jancikém, azt hiszem, ez egy nagyobb kihívás neked. Na, Béla bátya. De úgy látom, hogy jó kezekbe adnám ezt a dolgot. De mit szólnál egy ilyen munkához, amit ezt is rendbe kéne rakni? Hiányos állapotban van egy picit. Igen, szegény el lett hanyagolva. Igen, egy kicsit hiányos állapotban. Kicsit szana szét vannak a húrjai. A szőrök szerte szétállat. Igen, ezen valaki szerintem széthegedülte. Hát ennyit gyakoroltál, Szinti, kiszaggassad a szőrt, mi? Kipüstölt. Tényleg, lehet, hogy titokban Szinti ezt húzta. A másikhoz meg nem mert hozzányúlni. Fú, hát ez foglalkozós. Figyelj, Bélám, én ezt hazaviszem, megcsinálom neked nagyon szívesen, ha addigra odaadod még. Persze, nyugodtan minden lehet. Nem kell, mert évikkel ki van idegi. Látom, ehhez amúgy is több idő kell, látom rajta. Igen, aztán hogy ne, ezt is nagyon szívesen megcsinálom, megszőrzöm neked, rendben rakom, hát ez így. Ha kell, a lovak itt vannak, úgyhogy lehet belőlük szedni. Jó, rendben. Okay. Természetesen, hogy de megcsinálom ezt is. Artúr, milyen nagy muzsikálások vannak itt. Meg ez a köszönésem volt. Atyám, örülök, hogy látnak. Milyen jó kis muzsikát csináltál itt. Nagyon, nagyon magány volt. Foglalj helyet, Csaba. Fantasztikus, amit csináltál. Köszönöm. Hallottam, jöttem, éppen mondom, hallom ezt a szép muzsikát, meg minden. Na, Mizu, hát, mi van veled? Köszönöm, hogy eljöttél egyébként. Már bekészítettem magunknak a laptopot. Na, az jó. Már felkészültem egyébként. Hát igen, most éppen TikTok videókat csináltam, meg így Instagramra sztorizgattam. Ja, hát a kis sztár, persze, bocsánatot kérem. Minden nap kell valamit csinálni. Artúr, én mindenképpen segíteni akarok neked ebbe az egészbe. Nem lenne rossz, mert én nagyon trébe vagyok ezekkel ám. YouTube-on is be se tudtam állítani rendesen a dolgokat. Igen, igen, én is néztem, én megnéztem rólad mindent, átnéztem az összes adatlapot, te egy ilyen tök nagy tehetség vagy, meg minden, de az egész ilyen közösségi médiát nincsen átrendezve meg semmi. Azért ennyire nem kell lehordani. Az ennyire nem kell, jó? Na, köszi. De most itt vagyok és figyelj, segítek, közösen biztos, hogy valami figyelj. Jót fel tudunk képíteni. De várj már, bocsánat, annyira mondod ezeket a médiás dolgaidat. Miért, mi bajod van neked az Instagramommal például? Csaba egy igazi internetguru, mindent vág, Kenny vágja az Instagramtól kezdve TikTok, YouTube, mit tudom, micsoda, úgyhogy remélem, hogy most segíteni fog nekem. Nézted már? Hát átnéztem az Instagramot. Mert kérlek szépen, minden be van itt állítva, nézd meg, itt vannak. Most tettem ki új ilyen összefoglalókat, ételekről, zene, autó, amit akarsz. Na hát látom, látom, amikor ez tök jó fejlődés az egész, látszik, hogy sokkal jobb, mint volt, de például nézd meg ezeket a highlightokat. Ezekre lehet tenni borítóképet. Hogy? Hát, azt én sosem tudtam. Van egy kis alkalmazás, amivel lehet rá fényképeket ja, készíteni. Hogy külön le kell tölteni. Igen, le kell egy alkalmazást, és akkor honnan tudtam volna. És akkor ráteszed ezekre a fókuszra vagy highlightra, és akkor lesz egy ilyen kis, a történetednek egy kis borítóképe. Most nézd meg például az IGTV mellett, most már van például Instagram kalauz is. Az mi? Ugye a kedvenc fényképeidet összeválogatja, és azokból csinálj egy kollást neked. Kell, az de ez rossz, ezek nem ilyen apró részletek, de ezek kellenek, viccesz? És hogyha ezt így összerakod, még a végén majd kapsz is egy pipát, mert te énekes zenész vagy, meg minden. Várjál, ez mindig érdekel. Te majd kapsz egy kék pipát. De mikor? Hát, hogyha sokkal profibb lesz ez az Instagram, meg minden. Összerakod szépen, elkezded úgy tenni ki a fényképeket is, meg minden. Már nagyon régóta akarok. De neked az járna is amúgy. Hát te figyelj, most látom, hogy neked ez most így kezd alakulni, de hogyha ezzel foglalkozunk egy kicsit, szerintem még 2 hónapon belül megkapod a pipát. Hát 2 hónap? Tuti biztos. Odafigyelünk rá, akkor megszerezzük neked. Tudod, ez ilyen komolyságot ad az interneten, az a kék pipa, hogy hivatalos, meg minden. Na testvérem, nagyon jó, itt várjad. Jó, én hozok egy villát magamnak, már nem sikerült adnod nekem. Na mindegy. Végre szólnak, meg elbújtad. Szedjék ki belőle, nem tudom. Na testvérem, örültem, hogy főztünk ma. Ugye? Nagyon jól éreztem magam. És együnk arra, aha, hogy ezt szintén megfogod magadnak. Együnk arra, meg együnk arra, hogy legyen vendéged. És tudjál dolgozni, és ne költözz vissza Tarjánba. Na, Marika, hallom, hogy Béla költözni akar. Amerikába?
Ó, Skuli, ez nálam minden év úgy jön, mint a tavasz, a nyári, mint az időjárás, tudod? Persze, mert nálam mindig beüt valami a fejébe, aztán olyankor rájön a menőke. Nem, hogy itt az én barátom. Micsoda? Már most figyelj ide, eladtam neki a lovat, eladtam a házat. Most már itt hagy, akkor egyedül. Nem biztos. Mindent eladtatok. Ő minden év ezt csinálja. Minden megvettél tőlem. Nem tudsz neki így ilyen. Na jó, a kecskét fejed, Marika? Isten őrizzen, hol nyúlok én hozzá, félek tőle. Pedig azt hittem, jövök enni egy jó kis kecskét. Abból biztos nem fogsz enni, mert én hozzá nem nyúlok. Meg én hol innen meg azt a tejet? Marikát nem olyan fából faragták. Mi nem tanítod meg. Na hiába én vidéken nevelkedtem, én nem szeretem. Pedig most gondoltam, hogy hozok nektek egy békát. Na, hogy ne eszedbe ne jusson. Eszedbe ne jusson. Béla, nem beszél egy békát, sok van belőle. Én lepakolok nektek aztán. Na, mit pakolsz le? Tessék. Na, veletek játszani, hallom, na, hagyjuk. A gyerekeket hagyjuk itt, menjünk, beszélgessünk, mi gyertek. Nyertem. Te mindig nyersz mindenhol. Megnyerted a házamat is. Sokkal rövidebb videók kellenek, mert nagyon hosszú videókat tettél ki. Maximum egy 8-9 másodperc. De milyen 8-9 másodperc? Az utolsó videóm 60 másodperces. Miről beszélsz? Jesszusom, úristen, 60 másodperc! Hát senki... abban hogy fér bele bármi, amit én énekelni akarok, vagy meg akarok mutatni valamit, ami mondjuk pörgős mai szám, vagy mit tudom én, ami nagyon megy, az hogy csinálja meg 8 másodperc? Persze, hát a TikTokra rövid kell, 8-9. Jó, az neked más, mert te vele beszélsz, hili-hali-hali-ó, és akkor elmegy 5 másodperc. Igen, de azért, hogy ilyen nagyon röviden, nagyon sok tartalmat kell nagyon rövid időbe belezsúfolni, és YouTube-ra kell a hosszabb tartalmakat hát kitenni. Nem értek. De ha már mondod a YouTube-ot? Ugye az én korosztályom nagyon szereti ezt a TikTokot mostanában. Én is próbálkozom, de az Istenért sem mennek ezek a dolgok. Valahogy úgy érzem, hogy én egy öregebb lélek vagyok ehhez. Segítsen nekem, légy szíves. Én hónapok óta azzal szenvedek, Csabi. Igen, ez az informatikai része, ez a legrosszabb amúgy, tehát ez nagyon oda kell figyelni. Hogy a YouTube-tól én nem kapom meg a részemet, ami benn van. Sőt, azt mesélted, igen, itt a... Most azt egyébként azt tudtam, hogy mi van, hogy hogy kell, most miképp hogyan. Most bemegyek a YouTube-ra, és nekem innen kell rátlépnem arra. Igen, mert tudod, itt a YouTube-on itt már vannak ilyen reklámpénzek is, meg minden, ez egy komolyabb dolog. Én csak ez akarok lenni farsangon, tetszik? Tök jó. Ugye, ez is jó. Hát várjál. Te, ez az én anyám. Neked mit keres a telefonodba? Te miről beszélsz? Hallod, ez az én anyám. Te most jól vagy? Igen, én jól vagyok, hallod? Mit keres a telefonodba ez? Ez az én anyukám, Arabella. Hát nem, az az enyémé. Nem. De? Nem, ez az én anyukám. Nem hiszed el? Mennyi oda, kérdezd meg nényit, hogyha nem hiszed el. Most megyek és megkérdezem. Na gyere. Na menjünk. Hát én nem szólok, majd úgy is meglátod, hogy mit fog ő mondani. Jó. Jaj, Bélám, ezeknek a macskáknak van a legjobb dolguk. Nézd ugye, meg. Azt a minden egész. Óvatos a gyereket. Mi van? Ez az én anyukám, a Robikának benne van a telefonjában. Hogy került ez ide? Most mi van? Mi van? Azt mondja a Robella, hogy ez az ő anyukája. Hogy lehet már az ő anyukája? Hadd nézzem már én ezt meg. Hadd nézzem már meg én ezt. Hogy lehet az ő anyukája? Várja. Ez a képen az ő anyukája. Ez az én anyukám. Na most akkor, Marika, légy szíves, valamit te nem kerek. Ez a Noémi az ő anyukája. Nem, ő az én anyukám. Nem, az én. De az én anyukám. Hát ez az a Robika anyukája, Skuli. Nem, ez az Arabella anyukája. Nem, most akkor gyereke, itt valami félreértés Béla, van. Hát most nézd már meg. Hát ez, Béla, figyelj ide, ez az Arabella anyukája. Igen. Te ez a nő kint él Angliába, hát ott ismerkedett meg az én öcsémmel. De ez az én anyukám. De várja, hány éves az a Robika? Hány éves vagy, drágám? 9? Hát 10. 10? Leszel. Arabella... meg 11 elmúlt. És az ő anyja. De várjál, te együtt vagy még az anyjával? Vagy nem, de hogy igazán én ezt nem tudom, mert nem... Nem, már nagyon rég, nem, én kicsi okora óta én nevelem őt. Hát akkor lehetséges, hogy egy anya az mind, miért ne lehetne? Hát ha, hogy? Várjál, hogy hívják a Noémi? Noémi. De lénye, ezt én nem hiszem el, ő... Nem az ő anyuká, én csak ennyit mondom. Várjál, Robika, mert anyukád kint az én öcsém, ugye?
a te apád kint ismerte meg Angliába. De igaz, nekünk nem mondta a Noémi, hogy neki van egy kislánya is. Hát figyelj, nem én nem tudom, de 1000% hogy az ő anyja, biztos vagyok benne. Nekem nem tudom, én 3 évet voltam vele, 3 évet éltem vele, szóval ez nem tudom, hogy most hogy van, vagy mint hát, van, ez egy kicsit furcsa. Figyelj, az öcsém kint ismerte meg Noémit Angliába, Robika is ott született. De most nincs ebben, most gyerekek, mi ebben a probléma? Mi történt most arra? Hát mi az, hogy ide jártok, és akkor semmit nem tudunk semmiről. Nem tudunk semmit, hát most kiderült. A gyerekek akkor ezek szerint féltestvérek. Akkor testvérek. Nem, azt nem hiszem el. Hát azt én sem. Hát az nem az ő anyja, arra benne van, biztos nem. Nem. Te kisfiam, ide figyelj, Robika. Azt szokták mondani, az apukát meg lehet választani, de az anyukát nem tudjátok megválasztani. Igen. Hát figyelj, drágám, ha most az ő anyukája, akkor most az ő anyukája is. Akkor figyelj. Testvérek vagytok. De ezt én nem akkor hiszem. Akkor féltestvérek vagytok az Arabellával. Az nem hiszem. Robika ugye kint született Angliába, az öcsém és a Noémi kapcsolatából, ők ott ismerkedtek meg kint Angliába, és nem sokáig tartott az ő románcuk, nagyon hamar vége lett, és ugye Robikát az öcsém neveli, és az anyával nagyon ritkán szokott ő is találkozni, szerintem ez lehet az oka, hogy nem derült még fény erre a dologra, hogy ő és Arabella testvérek. Na, látod, Artur, így ennyi volt az egész, ez az 5-6 kattintás, most minden adatod bent van, úgyhogy mindent sikerült rendszerezni, és most már jól fog működni így a YouTube-od is. Köszönöm, Csabik. Úgyhogy sikerült megcsinálni. Köszönöm a segítséget. Ah, ez alap, ez természetes. Mióta akarom én ezt megcsinálni? Tudom, mert nagyon régóta küzdesz vele, de most bármilyen segítséggel szóljál, és én jövök, és jó, azonnal segítek neked. Hát biztos, hogy számítani fogok. Tudod, mit akartam mesélni? Most láttam, képzeld el TikTokon, hogy mekkorát ment a Nem az a lánynak az új videóklipje. Te, és ott YouTube-on is most már valami 3,2 milliónál tart, egy hete a nézettség, és tudod, hogy minek köszönhető? A TikToknak, hogy ott bereklámozták az egészet TikTokon. Nézd meg! Hát figyelj, azért ennyire. Itt van a legfelkapottabb zene Magyarországon most jelenleg. És 3,2 millió. Igen. 200 ezer. De ez nem csak a TikTok miatt ment, mert az amúgy is egy sláger lett. Jó, tehát így szakmilag amúgy mit mondasz, mint zenész, hogy ez jó? Azt, Csabikám, hogy ez egy olyan dal, ez úgy sikerült, nem mondom a frankót, hogyha elénekelte volna, nem tudom, a legutolsó Pali, mit tudom én, Palika Szegedről, akkor is sláger lett volna. Akkor is, tehát, te annyira jól összeadták. Annyira jól össze van rakva a szövegben, dallam, a refrén, tehát annyira fülbe mász, hogy nem tudsz mellett elmenni a meghallgatod. Nagyon jó. Artur, tudod, mit mondok? Neked ezt fel kéne dolgoznod, ezt komolyan mondom. Neked ezzel a számmal valamit kéne csinálnod, és kitesszük TikTokra, és most annyira frissek vagyunk ezzel, hogy biztos, hogy kiugrasz vele. Azt mondod? Aha, én azt mondom, hogy ezt most nekünk meg kéne lovagolni és, ezt a... De várjál, melyik az én oldalamra szeretnéd ezt kirakni, vagy a tiédre? Kitesszük mind a kettőre, jó? Na, az úgy ütni fog. Megosztod te is? Aha, az enyémre is, és a tiédre is, mind a kettőre kitesszük. Jó üzletember vagyok, értem valamit. Persze, ez alap jó barátok vagyunk, és az lesz, hogy amikor a TikTokra kiteszem, akkor ilyen kattintható linkkel beteszlek oda, jó? Hogy kattintsatok rá Arturnak az oldalára, és akkor rögtön már látják a tiédet is, meg minden. Na, ebbe vágjunk bele, ez jó lesz. Vegyük elő a telefonodat. Akkor most sztárrá teszel, Csabi? Egy TikTok sztár leszel, Artur. TikTok sztárára? Így van. Érdekes, mert hasonlítam, ugye? De most, hogy nézem, még hasonlítottam is egy kicsit. Nem? Igen. Várjátok, nekem most ez nagyon zavaros, ez egész. Most élem, hogy én lehidaltam. Még én is? De én egy hatalmas most a döbbenben. Ez nekem, ez szerintem jobb lesz tisztázni ezt a dolgot. Ez majd én szerintem is egy következetben. A Noémit szerintem jobb lesz akkor felhívni. Majd a gyerekek fölhívják, azt megkérdezik ők, mert én nem nagyon beszélek. Ezt akkor le kell tisztázni, igen, a gyerekek között. Hogy most nézik ők. Ez nekem most nagyon furcsa. Szóval ez nekem is. Ez most én nem hiszem el. Ezt most én tényleg nem hiszem el. Arabella, nem most így szólsz hozzá. Akkor innentől egy fél testvéred. Nem. Teszem, hogy az öcsém már nagyobb, nem él együtt. Nincs is baj, de most ha együtt élne, akkor is mi lenne? Semmi probléma.
szabad ember az anyukája, mi nem nagyon vagyunk, szóval ha most ha ők féltestvérek, akkor féltestvérek. Most a gyerekek nem hazudnak, csak tudja, hogy ki az anyja, ő is tudja, hogy ki az anyja, akkor innentől ezt nekik kell lezongorázni, hogy most mi van, vagy pedig majd a apukát fölhívja a Noémit, és akkor meg fogjuk kérdezni, hogy valós ez a történet. Nincs ebből semmi, hogy a féltestvérek vagytok. Hát Leon egy gyönyörű szép hugod, vagy nővére? Nővére. Nővéred van! Nővéred van akkor. Már kettő is van, Szinti meg... Hát jó, Szinti nem az igaz. Há, igen, az csak unokatestvéred a Szinti. Unokatestvéred a Szinti, nem a rendes testvéred. De azt én most én hogy higgyem el? Én sem bírom felfogni. Ez egy nagyon komoly téma, biztos, hogy nagyon megviselte mind a két gyereket. Ezek után sokat kell majd velük beszélgetni, ha tényleg valóban így van ez a dolog, hogy ezt megértsék, fel tudják dolgozni, mert hát ugye most szembesültek azzal, hogy ők testvérek. Jól vagy? Most már jó. Mi ez? A gyűrűm. Azt a mindenit! Sziasztok! Jó! Átesom, ez van ma! Minuta üres ez a szív, de neked odaadom. Törünkhez szennyien szüttelerünk fiatalom. Kéne egy kapcsolat is, most van egy kis csaj, akivel lehet, hogy lesz valami, nem akarok semmit elkiabálni. Neked van eleged, mikor én tűröm el a hülyeségeidet már 20-szorra. De milyen hülyeségek? Jó van, nem is érdekel, mondjál mindenkinek mindent, amit akarsz, minden apró részletet.